Jó estét! Bemutatok egy eladó BMW X6-ost. Az autó Magyarországon olyannal lett vásárolva, amit egy forgalmiból úgy tudunk megállapítani, hogy van a B betű, ő az első forgalomba helyezése, ez országtól függetlenül, és van az I betű, ő pedig az első magyarországi forgalomba helyezése. Hogyha a kettő megegyezik, akkor Magyarországon olyannal vásárolták. Az autó gyári vonóhorokban rendelkezik. Itt az alvásszáma, és a rendszáma ez alapján leinformálható. És a jelenlegi tulajdonosnál, hogy mióta van, 2020. január 16-a óta. Szóval több mint 4 éve már az ő tulajdonában van. Az autóhoz jár, vagyis az egyik kulcshoz jár egy gyári BMW disztok, és itt pedig az autó. Az autón egyértelműen lehet látni ezt is, hogy ő a tiszta fekete, ő pedig a metál fényezés. Mindjárt meg is mutatom közelebbről. Lehet látni, hogy sok-sok millió gyöngyházmetál szemcse van a fényezésben, van benne, javarészt ezüst van benne, van benne kék, zöld, sárga, rózsaszín, mindenféle szín. Itt jobban lehet látni, ugye az ablaknak a széle az teljesen lakfekete, vagy teljesen tiszta fekete, ő pedig metál fekete. A kettő, a lakfekete, a tiszta fekete és a metál fekete között az a különbség, hogy a metál feketének, ennek a, ami ez, ennek sokkal keményebb a lakkozása gyárilag, így sokkal felhasználó barátabb is. Na hát akkor kezdjük fentről. Ugye napfénytetős. Akkor a szélvédőnél egyértelműen lehet látni, hogy head-up display-es. Visszapillantó tükörnél lehet látni azt a kis pontot, ő a oldalsó kamerája. Az első kameráját pedig a két vese között lehet felismerni a legegyszerűbben. Hogyha az elejét nézzük, akkor majdnem csak elfelejtettem megmutatni. Ez az autón a legnagyobb sérülés. Ezt azért nem csináltam meg még, mert most be akartam mutatni a videóba, hogy mit fogok majd lecsetelni. Szóval itt van egy ilyen picike kis meghúzás. Már kikevertettem a gyári színét, úgyhogy majd ezt kis ecsettel szépen szebbé varázsolom. Nem tudom teljesen eltüntetni, de egy ilyen 90%-osan. Igazából azt fogom tudni elérni a kiecsetelése, hogy ne álljon rá az embernek a szeme. Na, ami az elejének a különlegessége, hogy szinte full extrás, mert ugye ott a 360 fokos kamera, akkor ott a ledes ködlámpa. Lehet látni azt a kis lamelláját, azt a vízszintes lamelláját. És hogyha megnézzük a felső, a nagy fő fényszórót, ő is a BMW-nek a legjobb lámpája. Erről majd a videó végén majd elmegyünk és megmutatom, hogy milyennek a lényege. De most csak így egy pár szót. Ugye az X6-ot azt lehetett rendelni többféle lámpával, és többféle kinézetű lámpával, és sokféle tudással rendelkező lámpával. Van olyan lámpa, aminek van, ugyanúgy néz ki, kívülről így nem lehet megállapítani, hogy milyen lámpa van benne, de 5 funkciója van. Vagy tudott csak egyet, vagy mind az 5-öt. Úgyhogy ez mindig, hogyha valakinek nagyon fontos, már pedig ajánlom a videó végén, amit majd bemutatok, hogy ezt mérlegeljék, közben sétálunk egy picit a mozgás érzékelő miatt. Így. Hogy érdemes, mert ez egy nagyon fontos biztonsági extra. Ez nem egy olyan dolog, mint az ülés szellőztetés, hogy jó, hogy van, hanem ez egy tényleg egy fő dolog. Ez tudja az összes funkciót, amit egy lámpa tudhat. Tudja a kanyarkövetést, tudja a kereszteződésbe való bevilágítást, tudja az automata reflektort, és nagyon fontos, tudja az automata reflektoron belül azt a funkciót, hogy amikor jön velünk szembe valaki, vagy utolérünk valakit, és hogyha fenn a reflektorunk,
akkor nem lekapcsolja teljesen a reflektort, hanem csak arról a kis pontról kapcsolja, veszi le a fényt, ami zavarná az előttünk lévőt, és mindenhol máshol fennmarad a reflektorunk. De majd a videó végén ezt bemutatom. Na, ami nagy dilemma szokott lenni, és kevesen tudják, ez nagyon fontos, ugye ez nem M-es. Ugye az M-es az azt jelenti, hogy amikor megrendelik az autót, akkor M csomaggal rendelik, vagy nem? Hogyha M csomaggal rendelik, akkor más az első hátsó lökhárító, más egy picit a küszöbök, nagyobb felniket kap, és így ránézésre azt mondjuk, hogyha fiúk nézzük, akkor azt mondjuk, hogy szebb. Nyilván hozzáteszem, ez ízléskérdés, mert valakinek meg pont ez a szép, hogy egy letisztultabb, nem annyira hivalkodó, úgyhogy ez ízlés, ebben nem menjünk bele. A kettő autó között az a különbség, mert nem csak a kinézete különbség, és itt jön a lényeg, az a kettő között a különbség, hogy az M-es, annak alacsonyabban van egy kicsit a karosszériája, mint ennek. És itt nem az a másfél-két centi, mert általában az M-es BMW-k ilyen másfél-két centivel szokott lejjebb lenni a karosszériája. Nyilván az X6-nál ez nem annyira számottevő, viszont a használata már igen. Azért, mert az M-es, hogy lejjebb van a karosszériája, így ezáltal keményebb. Szóval, hogyha a mindennapi felhasználást nézzük, és inkább itt nem az ízlésről beszélnék, hogy kinek melyik autó tetszik, hanem ezt egyszerűen vissza tudják igazolni. Én vállalom azt, hogyha eljönnek próbakörözni, akkor elmegyünk egy rossz útra, ami ilyen göröngyös út, meg kimegyünk az autópályára, és megmutatom, hogy milyen a komfort, a használati komfortja, és akkor majd, hogyha kipróbálnak egy M-est, akkor egyértelműen fogják érezni, hogy az a saját felhasználásuk, az önöknek a felhasználásába melyik autó tetszik, vagy melyik autó működés tetszik, vagy passzol majd bele jobban az életükbe, és akkor azt kell választani. Ez egy sokkal finomabb, komfortosabb, hogyha valaki nem csak hétvégente veszi elő, hanem tényleg sokat utazik vele, akkor érdemes kipróbálni és elgondolkozni azon, hogy legyen inkább ez a fő tényező, hogy na most akkor melyik illik bele a mi életünkbe. Az, hogy az M-esnek nagyobb a kereke, 20-as vagy 21-es, és arra sokkal drágábbak a gumik, az már csak egy velejáró dolog. A kerék, hogyha nagyobb kerékkel választunk, akkor az meg tudja vezetni az autót. Szóval ez egy kicsit ilyen komplexebb, meg kell nézni azt, hogy kinek melyik autó tetszik igazából. Na, körbejárom az autót. Milyen kis szép sziluettje van. Imádom az X6-nak a formáját. Ugye ennek a full LED-es lámpának amúgy teljesen más is a nappali menetfénye is. Amikor jön velünk szembe egy X6, akkor már meg tudom mondani azt, hogy abban melyik lámpa van az alap lámpa, vagy pedig a jobbik a full LED-es lámpa. Az előbb nem is mutattam. Ugye kulcs nélküli nyitás zárásos. Hátul is full LED-es a lámpa. Van, aki gyárilag ugye kihajtható vonóhorg, azt majd mindjárt mutatom is, hogy hol lehet irányítani. Megmutatom a bensejét. Hogyha tehetik, akkor nézzék meg ezt a videót okos tévén, mert sokkal jobb minőségben láthatják, mint akármilyen más eszközről néznék. Memorizálható a jobb oldala is. És nagyon fontos, hát ezt a törést kell nézni, ami ott van. Majd mindjárt megmutatom hátulról. Ez a BMW-nek a legeslegjobb ülése. Hogyha nézzük a felső egyharmadát, külön tudom állítani a háttámlájának a felső egyharmadát. És itt nem azért jó ez az ülés, nem azért ez a legjobb ez az ülés, mert hogy lehet állítani plusz az egyharmadát a háttámlának,
hanem alapjaiban más ez az ülés. Ezt úgy is szokták hívni, hogy EÜ, egészségügyi ülés, akkor komfortülés, akkor ennek ortopéd ülés, meg több neve van, amit szoktam hallani az érdeklődőktől. Van, aki hátul multimédiája, természetesen gyári. Erre lehet feltölteni filmeket. Van hátsó klímája is. Az pedig ott található. Szóval négy zónás klímája van, alatta vannak a fülhallgatónak a csatlakozói. Ugye van neki hangulatvilágítása is, az összes ajtókárpitba, több helyen. Nagyon-nagyon kultúrált, ugye autókereskedőként rengeteg autóval találkozok, és bátran kimerem jelenteni, hogy elmenek 100.000 km környéki autókat megnézni, még azok között is kiemelkedő lesz. Ott a gyári vonóhorog. Ugye a gyári vonóhorog az azért fontos, azt amúgy nem azért szokták megrendelni az autó felhasználók, mert szükségük van rá, hanem mert az egy hiába drága extra, mégis olcsó, hiszen alapból nagyobb hűtőrendszer kerül beépítésre az autóba, gyárilag, meg még jó pár dolog, és hogyha valaki egy picit túl gondoskodó az autójával kapcsolatban, amúgy fényképekről ezt a törést kell megnézni, amelyikben van ez a törés. Ugye ez segíti azt, hogy felső egyharmada tudjon mozogni, az a komfortülés, mert sokan csak a hátsó üléseket fotozzák le. Na, ilyen 7-800 és 1 millió pár százezer forint között szokott lenni a vonóhorognak a felára. Ez attól függ, hogy melyik modell. És ez azért drága, mert hogy nem csak a vonóhorogot kapja meg, hanem ilyenkor nagyobb a hűtőközeg, meg még jó pár dolog. Nagyobb teljesítményű, ezáltal nem a nagyobb teljesítményt szokták úgymond kihasználni, hanem ez sokkal jobban, hogyha valaki tartóságot néz, akkor a tartóság az sokkal jobban érvénybe lép, mert hogy amikor állunk a dugóba, vagy nyáron 40 fokokba közlekedünk, akkor sokkal jobban egyenletesebben tudja a hőt kezelni az autónak a rendszere. Itt az első kamerát így elő lehet hívni. Itt a hátsó. Az első. És amikor megközelítünk egy tárgyat, akkor pedig kijön a 360 fokos kamera. Itt az ülésfűtés, ülésszellőztetés. Van neki, ez városban nagyon jó, ez az autó H, beteszem B-be, akkor be tudom kapcsolni, mindjárt mutatom. És hogyha megállok, akkor
automatán behúzza a kéziféket, nem is kézifék, hanem ez egy ilyen plusz fékrendszer. Hogyha megállok a pirosnál, akkor hogyha az bekapcsolva van, akkor megtartja az autót, nem kell nyomnom a féket. Majd épp, hogy egy picit hozzáérek a gázhoz, ő automatán kiold, és sokkal gyorsabban működik, mint a kézifék. Szóval ez egy ilyen észrevehetetlenül jól működő kis szerkezet, nagyon szerethető. Ugye ez már a nagyobbik iDrive-val rendelkezik. Ez az újabb. Ez a kijelző is full LED-es már. Van többféle nézet. Mindjárt bekötöm magamat, hogy nem világíts ott ez a piros. Van az Eco Pro, Comfort, Sport, Sport Plus. Van CD, DVD. Zenegyűjtemény, de fel lehet tölteni, amit szeretnénk. Lehet innen állítani a... hátsó multimédiát. És hogy mik menjenek rajta. Azért magas, mert ugye itt fotózgatok, parkolgatok, úgyhogy itt egy helyben ne jár. Az első fékbetét az lassan cserére szorul. Mindig sokkal hamarabb jelzi azt, hogy ki kell cserélni a fékbetétet, mint maga a valóság. Itt vannak autómodellek a BMW-n belül, ahol tényleg még van abban a fékbe 5-10 km. Nagyon jó nyáron az álló szellőztetés, hiszen ha tudjuk, hogy 5 órakor jövünk ki a munkából és csak napra tudtunk parkolni, akkor beállítom, hogy előtte 5 perccel indítson egy álló szellőztetést, így nem a felforosodott autóba ülünk be. Van többféle
gurulás funkció is. Nagyon jól ki lehet használni az autónak a méreteit a gurulásnál. Ugye a lendület az segít. Csomagtér fedelét lehet állítani, hogy milyen magasra nyíljon ki. Attól függ, hogy milyen garázsban parkolunk. Na hát akkor menjünk, nézzük meg a lámpának a zsenialitását. Na hát akkor az egyik fő dolog, amire felhívnám a figyelmet, ugye a head-up display-en egyértelműen lehet látni, hogy mennyivel megyünk. Most megyünk 35, 38. 35 után ő felkapcsolja a reflektort. És azért emelném ki, hogy 35 felett, mert vannak automárkák és eltérően automodellek, vagy azon belül modellek, ahol 60 vagy 70-nél kapcsolódik fel az automata reflektor. És ez nagyon bántó, mert hogyha megnézzük azt, hogy itt most milyen környezetben megyünk, ez egy kivilágítatlan, nem azt mondom, hogy nagyon forgalmas út, de itt akármikor mehetnek este biciklisek, és mi az, hogy ha én 60 alatt megyek, akkor nem kapcsolódik fel a reflektor. Mindjárt már nem értük el még a 40-et, és már felkapcsolódott. Ez egy nagyon fontos dolog, mert az bosszantó is, hogy direkt megveszük a jó lámpás autót, aztán közben, amikor meg megyünk itt ilyen 40 környékén, akkor meg alapból nincsen reflektorunk, mert hogy azt mondja a rendszernek a kitalálója, hogy csak 60-tól vagy 70-től kell, vagy az felett lehet csak az automata reflektort aktiválni. Na, ez az egyik, és ez egy nagyon fontos dolog volt. És mindjárt mutatom a következőt. Itt most, vissza kell tekerni most 20 másodpercet a videót, jobb oldalon volt egy tábla, és az nagyon ilyen fejmagasságban volt. És az, ez nekem az én tesztpályám. Nagyon sok 2023-as, 2024-es autónak a lámpáját. Mondják azt, hogy hú, mennyire jobb, meg így, úgy, amúgy. Én nekem ez a tesztpályám. Mert ugye ennek a, csak így gyors a lámpa működéséről, ennek a lámpának a működése, itt van beltérben egy kamera, egy fényérzékeny kamera. És ő nézi azt, hogy honnan érkezik a fény. Hogyha nem foglalkoztak vele eleget, nem fejlesztették ki jól, akkor például ez a tábla, sok már több olyan 2023 utáni autóval jöttem, ahol itt lekapcsolódott a reflektor. Hogyha visszatekerik oda az előbb, amit mondtam videót, azt nézzék meg többször, azt a kis, nem tudom, 20-30 másodperces szakaszt, mert ott jobb oldalon van egy tábla, ami nagyon foszforeszkál, úgymondva visszaveri a fényt, hogyha fenn a reflektoron. Mert ugye ennek a fénykamerának az a működési elve, hogy ahonnan érzékel egy kicsit nagyobb fényt, akkor onnan leveszi a fényt. Jó esetben csak leveszi, hogyha rossz esetben van, teljesen lekapcsolja a reflektort. Itt ennél meg sem mozdult a reflektor, végig 100%-osan ment. Majd ahogy elhagytuk a táblát, jobb oldalon van benne egy gyár, és onnan meg a nagy ipari reflektorok kifele világítanak. Azok is autókat imitálnak, és ott is leszokta venni az automata reflektor a reflektorját, mert hogy ő azt érzékeli, hogy ott jön velünk szembe valaki. És itt jön ennek az autónak a rendszere, itt jön ki a példamutatása, hogy különbséget tud tenni, hogyha a tábláról tükröződik vissza a fény, meg különbséget tud tenni,
nagy reflektorok, vagy akármilyen fényforrás, hogy azt észleli, hogy az nem autó, úgyhogy nem veszi le a reflektort. Ez egy nagyon jó dolog. Mert az bántó ám, amikor megyünk, és ott egy tábla az út szélén, ugye mi reflektorral megyünk, automata reflektorral, és akkor mit csinál a reflektor? Hát annak azt mondja a főnök, azaz a kamera azt mondja, hogy ott jön valaki szembe velünk, úgyhogy vedd le a reflektort, mármint leveszi automatán a reflektort. Majd mivel levette a reflektort, ezért megszűnt a fény visszabocsátás a tábláról, vagy akárhonnan, ezért visszateszi a reflektort. Ugye megint visszatette a reflektort, megint jön az, hogy ő azt hiszi, hogy arra egy autó, és igazából így villogtatva közlekedünk. Ez az autó, én úgy érzem, hogy most így bemutattam. Ennél jobb és finomabb rendszer nincsen. Teljesen mindegy, hogy a Mercedes-t, a Peugeot vagy a Fox, akármelyik márkát nézzük, ennek nagyon finom, nagyon jó működése van. Na itt megvárunk jobb oldalról érkezőt, és akkor beállunk mögé, és akkor megmutatom, hogy is működik a kitakarási funkciója. Na most jobb oldalról jön valaki, és akkor kikanyarodunk mögé. Megvárjuk, hogy elhaladjon mellettünk. Úgy de lassan jön. És beállunk mögé, fenn az automata reflektorunk. Most szemből érkeznek, azt észleli az autónak a rendszere, most közben minket mindjárt megelőznek. Na most egyértelműen lehet látni, hogy jobb oldalon is fenn a reflektorunk, meg bal oldalon is. Most kezdjük utolérni, most feltette teljesen a reflektort, mert egy pillanatra nem látszódott, most újra látszik, most megint nem világítunk rá az autóra. De lehet látni, hogy jobb oldalt is, és bal oldalt is, itt a zöld elválasztón lehet látni, hogy a mi reflektorunk az végig megy. Érdekességképpen most lekapcsolom, ennyit számít a plusz reflektor, most visszakapcsoltam, és ugyanúgy mellette elvilágítunk. Most megint lekapcsoltam, most megint visszakapcsoltam. És amikor elkezdünk előzni egy ilyen autót, lehet látni, hogy mi igazából nem világítjuk meg. Bal oldalon végig elvilágítunk mellette, és igazából épp, hogy elhaladunk mellette, és már felkapcsolódott be elé is a reflektor. Itt a táblák megint bizonyítják, hogy nem kapcsolja rá a reflektort. Most jön egy kamion. A kamionnak nagyon nagy fény, nagyon nagy fény van az összes kamionnak, főleg a régieknek, ami még nem ilyen ledes, meg xenonos lámpa, azoknál nem az van, hogy leszokta kapcsolni a reflektor csak arról a kis fényről, hanem azt úgy érzékeli, mint hogyha sok helyről jönne fény, mert annak így ugye a kamionoknak, a régi kamionoknak ilyen össze-vissza világít a lámpájuk, azt nagyon óvatosan kezeli, mert onnan akkor nullára lekapcsolja a reflektort, és hogy elment a kamion, utána kapcsolja vissza. De ez javarészt a 90%-a csak ez a régieknél szokta ezt csinálni. Azok meg már egyre ritkábbak. Na hát akkor így a röviden ennyi volt a videó. Akármilyen kérdésük van, hívjanak nyugodtan. Igyekszem segíteni. Viszlát!